Sziasztok, elérkeztünk a második részhez a 15 tér rólam videónak. Az első részt nagyon tetszett nektek, így hát úgy gondoltam, beiktathatunk egy második részt is. Viszont még a videó elején meg szeretnék beszélni veletek egy-két dolgot, amit is szerintem fontos és el kell mondanom nektek, nyomja belülről a szívem. Az első dolog, hogy már egy éve kezdődött el az egész, és egyes videóknál vettem észre a komment szekcióban, hogy előkerült az, és ezzel rengetegszer szembe mentem már, hogy azt kérdeztétek tőlem, hogy Bence, szeretlek meg minden, de alapozó van rajtad a videóban? Jogos a kérdés, mert egyébként sokszor kérdeztétek már ezt, és én csak így ültem a gép előtt, és tudva, hogy nincs rajtam alapozó, de tényleg úgy látszott a videó, mintha lenne rajtam, és így nem nyomta belül a szívem, hogy elmondjam nektek, hogy nem volt még rajtam, csak egyszer. 4 év alatt alapozó videóban, viszont az a videó már nem nyilvános. Most azt hiszem az utóbbi videó is úgy néz ki, mintha egy picit sötétebb lenne az arcom, mint a nyakam. Nem tudom miért van. Nem tudom, így barnultam le, vagy így van színezve a videó, vagy nem tudom, a reflektor úgy sütött rám, vagy fogalmam nincs. Szóval most ezen el így bejelenteni mindenkinek, minden kedves nézőnek, aki így aggódott írtam, meg így írták a kommenteket, hogy alapozó van-e rajtam, hogy nincs. Nem is volt rajtam, csak egyszer. Nem szoktam használni. Nem tudom, lehet, hogy ez valakit így elszomorított, de én így gondoltam, ezt elmondom. Második dolog az, hogy július, azaz e hónap 20-ától 24-ig ott teszek a Campus Fesztiválon Debrecenben. A Straight Parfüm márka standjánál megtaláltuk engem, ugyanis a Straight Parfümnek lettem a nagykövete. Köszönöm. És ott leszek, és ott lehet velem találkozni, remélem, hogy rengetegen odajöttök majd, és tudunk ugye kicsit panolni, megismerjük egymást, beszélgetünk, stb. Viszont a fesztivál előtt egy nappal szeretnék egy találkozót Debrecenben, ez remélem meg fog valósulni, mert én nagyon szerettem volna, illetve szeretném még most is. Szóval remélem, hogy ez meg fog valósulni, és lesz egy találkozó a fesztivál előtti napon Debrecenben. Régen kértek már tőlem, és most lehet, hogy van rá lehetőség. Remélem. Viszont, hogyha meg ezt tartva találkozó, akkor nyugodjatok meg, Facebook oldalamon, illetve itt YouTube-on is be lesz jelentve. És remélem, hogy sokan majd eljöttök, ha lesz. Márpedig szerintem lesz. Ennyit szerettem volna bejelenteni, kezdjük el a második részét a 15 tény rólam videónak. Az első tény rólam az, hogy egy nagyon hangulat ember vagyok, ilyen gyorsan fel tudok idegesedni, de ilyen gyorsan le is nyugszom. Vannak olyan napjaim egyébként, hogy olyan, mint egész nap belenék szívva, nem érdekel, hogyha elkések valahonnan, hogyha leszidnak, hogyha valaki nem teljesít valamit, amit megígért nekem, vagy a munka nem megy jól, vagy valami, engem így megszólítanak, hogy Bence, én meg így a 3 másodpercet, hogy elkezdek oda figyelni. Mint hogyha belennék füvezve. Viszont vannak olyan napjaim, ez egyébként havi egyszer-kétszer szokott lenni, mikor olyan ideges vagyok, hogy nem lehet hozzám szólni. Ilyenkor általában csak így beszoktam ide zárkózni, filmet nézek, meg eszem a csokit. Ja. De egyébként alapvetőleg szerintem egy nyugodt ember vagyok. Nyugodt ember vagyok? Köszönjük emesen. Jézusom! Második tény rólam, hogy minden nap megiszom egy csészet teát. Nem tudom, teafüggő vagyok. Ez volt már szerintem olyan nézőm, aki tudta rólam, mert egyébként az első plétemen, vagy a második plétemen kaptam is az egyik kedves nézőmtől, egyébként köszönöm, egy ilyen teás dobozt, vagy ilyen filtereket lehet, plikkeket, nem tudom most, hogy milyen pontosan tartani. És így minden nap iszok egy teát, nem tudom, hogyha nem tudok meginni egy teát, nincs rá lehetőségem, akkor nem feltétlen vagyok ideges, de ez nekem olyan, mint másnak a cigi, hogy kell. Harmadik ténynek az van ide felírva, hogy az volt az álmom, hogy youtuber legyek, viszont ezt nem tudom, hogy így, hogy gondoltam, amikor leírtam. Biztos, hogy bennem volt ez, amikor még elkezdtem videózni, hogy én nagy videós akarok lenni. Közel sem hittem volna azt, hogy 200 ezer feliratkozóm lesz, mert ugye lassan ott olyan 200 ezernél, mert 190 ezer, hogyha jól tudom, nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, mit gondoltam, amikor odaírtam, hogy az volt az álmom, hogy youtuber legyek. Hát biztos. Másik álmom egyébként az volt, hogy filmszínész legyek, meg volt az űrhajós, viszont az valahogy így nem megvalósítható szerintem. Milyen durva lenne, hogyha űrhajós is lennék, és youtuber is. És vlogolnék, amikor megyek az űrbe. Szóval ez itt a szobám. Icuka éppen illusztrálja, hogy hol szoktam aludni. Ez a párnám, nagyon szeretem. Itt lent van a videóvágó szobám, mindjárt mutatjuk, itt is van, Icuka, menjél le, mutasd meg. Jó a fodrász. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok. Milyen ötletek vannak itt, ez hihetetlen. Sokszor így órán, amikor a tanárok mondják nekem, hogy Bence, nem tudom, hogy bírjak veled. Miért nem te tartod az órát? Ilyenkor csak hátradőlök, mondom, hogy figyelj. Én azért vagyok, hogy csak így néha egy okos beszólást így elejtsek. Kicsit hozzáadjak az órához. Mi ez a kamuszöveg? És bele ne tudod vágni, hogy igazából Dezső Bence mit csinál egy órán, és vagy alszik, vagy zenét hallgat, vagy nem tudom mit csinál, vagy teázik. Ez volt még a másik. Volt egy momentum, amikor vittem egy csészet teát magammal, le voltam ülve, szűrcsögettem a teámat, tanárra meg odajött, és azt mondta, hogy így egy cigit ne adjak, vagy valamit, mert olyan kényelmesen ülsz.
Én meg csak így nyugodtan, tiszta komolyan véve a kérdést, nem kérek tanárni, a te az elég lesz. A következő témám az, hogy bármikor elmegyek egy találkozóra, hogy találkozzak veletek, a nézőimmel feltöltődöm. Én nem tudom, nekem ez valahogy úgy van, hogy sokszor szokott lenni, hogy nincs kedvem videózni. Most már az nincs bennem, régen volt, hogy abba szeretném hagyni a videózást, szerintem egy-két éve már egyáltalán nem gondoltam erre, viszont van egy-egy olyan napom, be kell, hogy valljam, hogy egyszerűen nincs kedvem videózni, kedvem van filmet nézni, a barátaimmal lenni, nem tudom mi. Volt már olyan, hogy Play-t előtt pont egy nappal úgy voltam vele, hogy szeretnék egy videót még Play-t előtt nektek kidobni, viszont nem volt kedvem. Elmentem a Play-re, és mindig olyan ilyen energiával töltötök fel engem, hogy amikor hazajövök, akkor olyan kedvem van videózni, mindig leülök, és egy egész napot végig videózom, és kész lesz, vagy 4-5 videó nap végére. Igazából az ilyen találkozókon nyilvánul meg az, hogy ezek a számok YouTube-on, hogy 50 ezer megtekintés, meg 100, meg 150, meg 200 ezer megtekintés, azok nem csak számok, hanem embereket is takarnak, és ezért nagyon jól esik nekem, amikor odajöttök annyian Pesten, vagy találkozók. Következő tény az, hogy 178 cm vagyok, és 69 kiló. Majd jönnek az olyan kommentek, hogy nem igaz, dagadtam, vagy hagyjad már, 70-80-90 kiló. Esküszöm, hogy 69 vagyok. A hatodik tény az, hogy nem bírok egyedül végignézni egy horrorfilmet. Szerintem nekem az lenne a legnagyobb kínzás, nem az, hogy félek. Mert nem az, hogy félek, de tudom magamról, hogy olyan vagyok, hogyha megnézek egy horrorfilmet, és este le kell feküdni aludni, akkor előjön az a Dezső Bence logika, ami egyébként másoknál is megvan, hogy a takaró az megvéd mindentől. Ha bejön egy gyilkos, és van nála egy kés, csak a takarót magadra kell rakd, és akkor megvéd téged a takaró. Magamra rakom a takarót, de teljesen a lábujkám semmi sem lóg ki, mert megvéd a takaró, és melegem lesz. Bármilyen csodálatos dolog, melegem lesz. És igen, itt este kezd el nekem ez a hülyeség folyton bejutni, hogy hallok ilyen mocorgást a másik szobából, meg nyikorog az ajtó, meg lenyomódik a kilincs, meg ilyen hülyeségeket képzelek be. Milyen lenne, neked mondom, megnéznénk egy horrorfilmet, és hogy ne féljünk éjjel, berúgnánk. Megnézzük egy horrorfilmet, és éjjel ugye megint elkezdem beképzelni magamnak, hogy ott van valaki a házban, de leiszom magam, ezért részegen megyek, hogy megüljem a másikat. Képzeld el azt, hogy... Végén kibékülünk és jóba leszünk. De képzeld azt a momentumot, amikor megyek ki a szobába. Na gyere ide te! Gyere ide! Hol vagy te? Hallottam ott az ajtót. Hallottam, ott vagy a másik szobában. A következő tény az, hogy szeretek mindent másképp csinálni. Nem tudom, én ilyen life hacker vagyok, vagy én mindent szeretek másképp csinálni, mert ez nem hogy különlegesebb lesz a kettő, hanem így... Nem tudom, jobban érzem magam, ja, hogy egy kicsit így egyedi, meg így nem követek másokat, meg így stb. Következő ténynek azt írtam fel, hogy nincs barátnőm. Jelizzetek, 06-30-40. Van Tinderem egyébként. Következő tény, hogy nagy hatással vannak rám a filmek, itt nem a Supermanre vagy a Star Wars-ra gondolok, hanem hogyha mit tudom, én megnézek egy olyan filmet, ahol boxolnak, akkor mint a múlt héten ugye megnéztünk egy filmet, ahol boxoltak, ilyen bunyós film volt. Tegnap előtt volt? Mindegy, tegnap előtt volt, vakáció van. Nem tudom az időt, hogy mi hogy telik, meg ilyesmi. Megnéztük egy filmet, ahol boxoltak, bunyóztak, stb. Rendeltem egy boxzsákot. Tehát nagyon ilyen vagyok, hogy valami történik, nézek egy olyan filmet, akkor az olyan hatással van rám, hogy elkezdem csinálni én is, vagy nem tudom, kedvet kapok az adott dologra. Egyébként jó. Következő tény az, hogy körülbelül 3 számjegyű az a szám, ahány zene számnak tudom a szövegét kívülről. Nem tudom, mennyire volt érthető, tehát arra szerettem volna utalni, hogy rengeteg zeneszámnak tudom kívülről a szövegét, ami egyébként sokszor engem is megdöbbent, hogy megy egy szám, és így kívülről. Tehát így szerintem a 2016-os, 2015-ös slágereknek, a nagyobb slágereknek a szöveget így mind tudom kívülről. Következő tény az, hogy a videókkal ugyanígy vagyok, főleg a Mónika Sós és a Balázs Sós videókat tudom kívülről. Egyébként ez tartozik a következő tényhez is, hogy rengeteg Mónika Sós, Balázs Sós videót néztem meg újra és újra és újra. Egy rosszabb napomon is csak meg kell tenni a Mónika Sót, és így a veréb gyerek meg a baseballzító az nagyon fel tud engem vidítani. És ezeket már így kívülről tudom. Következő és egyben utolsó tény az, hogy vége van a videónak, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha így nyomjatok egy lájkot, érjük el a nem tudom hány lájkot. 20 000 lájkot, simán 20 000 lájkot. 25! Hogyha még nem tettétek meg is tetszenek a videók, akkor iratkozzatok fel a csatornámra további videókért. Kövessetek be Instagramon, Snapchaten, Facebookon, minden ott van a leírásban. Találkozunk a következő videóban. Namaste, sziasztok!